Sziasztok! Amikor ismerkedni kezdtem az új generációval, pontosan azt tettem, amit szerintem a legtöbb ember tesz ilyenkor. Szétbújtam a netet és összeírtam egy listát azokról a játékokról, amiket mindenképpen ki kell próbálni, lehetőleg minél hamarabb. Ezen a listán volt a God of War, a Doom, a Horizon Zero Dawn, a Wolfenstein 2, és igen, a Witcher 3 is rajta van, főleg mivel rengetegen ajánlottátok már, és rohadtó ki is akarom próbálni, és be is fogok róla számolni, ha végre sikerül, csak előbb meg kell szabadulnom az életemtől, ami nehezebb, mint gondoltam. Erre a listámra az elsők között került fel az Uncharted 4, gondolom nem kell magyaráznom, hogy miért. Az Uncharted trilógia a PS3 egyik megkerülhetetlen klasszikusa, illetve egy ideje a PS4-é is nagyon helyesen bár én személy szerint egyik részétől se dobtam hanyat magam. Valahogy ez a fajta játékmenet nem talált el, de három játék tetszett. Kellemes stílusú, jósodrású, változatos, látványos Indiana Jones kalandok, amiket számomra leginkább a karakterek vittek el a hátukon. Nathan Drake egy fantasztikusan megírt és eljátszott figura, a mellékszereplőgárda mindhárom játékban kiváló, a klasszikus kincskeresős történetbe pedig jó újra és újra belemerülni. Tarthattam volna elképesztően magas elvárásokat a negyedik részhez szemben, lévén a sorozat csúcspontjaként, sőt, a generáció egyik legjobb játékoként tartják számon, de igazából én ettől a résztől is csak egy kellemes 10-12 órás időtöltést vártam, amilyenek az előzőek is voltak számomra. Ezt az elvárásomat egy kicsit inflálták az olyan kis apróságok, mint például a játék borítója, amin Nathan Drake szomorúan nézi a földet, mert biztos elejtette a naplóját a gazban, és az egész depresszív és nyomasztó és dárk Dark. Mert az a menő, az mellékes, hogy az egész sorozat tökre nem ezt a szellemiséget képviselte, és spoiler, ez a negyedik része ezt képviseli, de azért csak legyen Dark. Nem tudom, szerintem ez a borító elég szar. Meg a menő, ami szintén Dark. Hol vannak a színek? Hol vannak a fények? És főleg, hol van az Uncharted fő téma? Én igenis igénylem, ha elindítok egy uncharted akkor ez szóljon... És ne ez! Ilyen benyomásokkal indítottam el a játékot, és most kéne, hogy jöjjön a csavar, hogy mennyire alábecsültem az Uncharted 4 négyet, és ez micsoda mestermű, micsoda zseniális játék, a legjobb a világon, és hát. Euh... A szokásos prologussal indulunk rögtön az események sűrűjében. Még nem tudjuk, hogy miért hánykódunk egy csónakban a tengeren egy vihar közepén, miközben száz másik csónak üldöz minket, most még csak menekülünk és roncsdzsebrizünk a többi csónakkal. Baromi látványos jelenet, csak egy kicsit. dark. De gyorsan vége is lesz, hogy aztán jöhessen, vagy három órányi dögunalom. A játék rendkívül lassan indul. Az első kb. hat fejezet nagyon lineáris, nagyon bot egyszerű és iszonyatosan sok az időhúzás. Olyan érzésem volt, mintha valami lebutított demóval játszanék. Vagy mintha hat tutorial pálya lenne egymás után haigálva, de azért ez egy kicsit overkill, nem? Igazából a 6-ból 3 pálya simán elintézhető lett volna átvezetőként, annak jobban is örültem volna, mert az átvezető videók pont annyira mesterien filmszerűek, mint az előző részekben, ráadásul a plusz egy generációnak hála tényleg büntetően néznek ki. Ahogy maga a játék is, ezt már most le kell szögezni, egyszerre lehengerlően grandiózus és brutális a részletgazdag. De tényleg nem győztem csodálkozni, hogy egy szimpla szobában is, amiben csak annyi történik, hogy átszaladunk rajta, micsoda kidolgozása van az utolsó kis tárgynak is az asztalon. Elképesztő, tényleg nincs rá jobb szó elképesztő. Azt nem mondanám, hogy a legszebb játék, amihez szerencsém volt, mert azért Horizon Zero Dawn, meg God of War, meg ilyesmik, de a részletgazdagságot tekintve szerintem az Uncharted 4 mindent odaver, ami csak létezik. Főleg a későbbi fejezetekben, amikor már nincs behatárolva a játéktér, és ugyanezt a kidolgozottságot kapod egy baromi nagy nyitott terepen, fú! Csak az a baj, hogy ez számomra nem ment meg egy játékot. Lehet akármilyen kidolgozott minden, ha egyébként nem élvezem, amit csinálok. Nem hat meg, hogy a kocsi kerekén hogyan fröccsen fel a sár, meg hogy nyitő ruhája hogyan vizesedik, meg hogy falmászás közben látod, hogy a kezével hogy kapaszkodik. Ezek jó dolgok, és elfogadom, hogy ez egy technikai bravúr, de ettől nem lesz jó egy játék, pláne ha folyamatosan azt érzem, hogy erre veri magát. Ennek nincs Uncharted hangulata. Ennek tech demo hangulata van. Aztán szép lassan vége lesz a gyalogtempónak, és a hetedik vagy nyolcadik fejezet körül a játék felpörög és kinyílik egyszerre, és végre elkezd tényleg működni. A nagy nyitott tereken végre van lehetőséged mozogni, kísérletezni, felfedezni. Na ez már Uncharted, óriási élmény gyalog vagy kocsival bejárni a gyönyörűbbnél gyönyörűbb, hangulatosabbnál hangulatosabb helyszíneket, és az újonnan bevezetett sákjával lengedezni is marha jó. A rejtvények is szuperek, van bennük fantázia, és nincsenek annyira túltolva, mint a harmadik részben, bár nehezen hiszem, hogy valaki ilyenek mögé rejteni az egész vagyonát. Külön ki kell emelnem a játék közepe táján a festményeset, na az remekül fel volt építve, vagy előtte az óratornyosat, de a játék vége felé a barlangos pályán is volt egy izgalmas aknakereső variáció. A csúcspont viszont, ami talán a kedvenc pályán volt, az egész játékban az Etsy, a kis szigetvilággal. Ez egy egész pályán keresztül tartó rejtvény, és valami hihetetlen, hogy mennyire hangulatos. Szerencsére a történetnek nincs kirakat jellege, az folyamatosan visz előre. Nétőn még mindig egy szimpatikus csávó, Szali a legjobb arca világon, az új karakter szem pedig meglepően jól működik együtt kettejükkel. Sikerült mélyíteni is az egész kincskeresős kalandot egy párkapcsolati szállal Néton és Elena között, ami elsőre ijesztően hangzik, de tökéletesen belesimul a ívébe. A karakterek és a konfliktusok jó megágyazottak, a negatív oldal is érdekes, a párbeszédek pergők és frappánsak, és a tempó, az ív, a dramaturgia minden ott van. Egyedül az volt röhelyes, ahogy nétvenék egyik rejtvénytől a másikig haladnak, és mindig azt hiszik, hogy na majd most itt lesz a kincs, és nem, csak egy újabb nyom, ami újabb nyomhoz vezet. Ez egy bájos hiba, a sztori jellegéből adódik, de itt azért egy kicsit túlzásba estek. Ami nem annyira tetszett, az egyrészt a közelharc, ezt már a harmadik részben se szerettem, de szerencsére annyira nem erőlteti a játék, illetve egy idő után már baromira untam ezt az állandó falakon mászkálást. Nem tudom, a régi részekben is ennyire sokszor kellett ezt csinálni, mert őszintén nekem nem így rémlik. Viszont amiben szerintem a legtöbbet fejlődött az Uncharted 4 az előző három részhez képest, az a lövöldözés. Basszus, az Uncharted 4, mint akciójáték, oda bassz. A fedezékrendszer jobb, mint eddig bármikor, szinte kivétel nélkül rombolódik minden, ráadásul az el ellenfelek is szeretnek helyezkedni, meg gránáttal kidobósozni, és a lőszer sem feneketlen, úgyhogy rákényszerít a játék a folyamatos mozgásra, amihez kapunk óriási nyitott területeket, amik minden irányból beugrálhatók, akár a csákjával is, marha jó az egész. Van lopakodás is, de nem sűrűn erőlteti a játék, a második felére konkrétan el is felejti. Nem rossz, de szerintem, ha az ember lopakodni akar egy játékban, akkor nem az Uncharted 4 fogja választani. Nyilván, ahogy az előző részekben, úgy itt is felül kell emelkedni azon a kérdésen, hogy mégis hogyan egyeztethető össze a laza, kedves és szerethető Nathan Drake, a szemrebenés és nélkül tömeggyilkoló Nathan nem viccen kívül ennek a csávónak minimum egy elmegyógyintézetben kéne lennie, mert ha nem pszichopata, akkor már rég meg kellett volna, hogy bomoljon az elméje ennyi emberüléstől. Na ez lenne csak igazán dár. Az Uncharted négy egy nagyon jó játék, de ez inkább a középső, kb. a 7-től a 18-ig tartó fejezeteknek köszönhető. Itt működik a legjobban a felfedezés nyújtotta élmény, és a legelvetemültebb jelenetek is itt kaptak helyet, mint a rendkívül jól megkoreografált bunyó Nedinnel, vagy a kötelező konvojos üldözés, ahol teljesen elgurult a gyógyszer. Viszont nagyon nehezen indul be, és sajnos még még nehezebben akar véget érni az Uncharted 4. Legalábbis számomra az utolsó négy fejezet már iszonyatosan fárasztó volt. Ott már nagyon az érződött, hogy véget kellett volna már érnie az egésznek, de csak húzták és húzták. Ezt eljátszotta már a második és a harmadik rész is, csak mivel ez jóval hosszabb játék, így itt az unalmas részek is sokkal unalmasabbnak érződnek. És mit csinál az ember, ha unatkozik, pláne ha olyan, mint én? Elkezdi keresni a hülyeségeket. Például, hogy a gránátok csak azoknál a rozoga ajtóknál működnek, ahol a játék akarja. Vagy hogy Néton nem mindenhova hajlandó felmászni, csak ahová a játék szeretné, hogy felmászon. Vagy hogy Néton egy scriptnek átszázott átvezetőben gondolkodás nélkül túlél akár egy 20 méteres zuhanást is, de amikor olyan helyre ugranék, ahová a játék nem akarja, akkor a felétől belehal. Vagy csak simán fizikai csodák történnek. Vagy amikor a félhelyszín megkerülve kell megoldani egy magasabb platformra való feljutást, amire valamiért Néton azt mondja. Yeah, but it's too high. Na ne, tíz perccel később egy ennél semmivel se alacsonyabbra gondolkodás nélkül toltad fel a csajodat. Mi van, erőt kell gyűjteni? Vagy komolyan a legszarabb feladvány ever ez. Amikor fel kell jutni egy felső szintre, átugrálva meg keresztülúszva a erős vízáramot, és a végén, hogy Elena is feljusson, lelökni egy szekrényt. De, baszki, végig ott volt egy ugyanolyan szekrény. Azt miért nem lehetett arréptolni? félreértés ne essék, ezek nem borzasztó dolgok, de így nagy mennyiségben összeadódva le tudják azért rontani a játékélményt. És valószínűleg a játék közben folyamatosan történtek hasonlók, csak előtte volt, ami elvonja a figyelmemet, ami aztán szépen kifulladt a végére. Mondjuk a finálé epik, ezt meg kell hagyni. A végső boss sem egy Resident Evil szökevény, mint a második részben, hanem egy sokkal hihetőbb és jóval izgalmasabb és Dark. végjátékban lesz részünk. Az epilógus pedig szépen pontot tesz a történet végére. Az Uncharted 4 pontosan azt tudja, amit az előző részek csak hat hatványozott mennyiségben, és emiatt tökéletesen érthető, ha a széria rajongói mesterműnek tartják. Én viszont pont amiatt, mert a széria olyan dolgait is tovább vitte, amik régen se tetszettek, nem mondanám mesterműnek, csak egy nagyon jó játéknak. Pontosan ezt is vártam tőle, és pontosan ezt is kaptam, és ez nagyon jó van így. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!